Kontinenseken átívelő utazásra invitáljuk Önöket az Eheti Kulturális Magazinban. Köszöntöm a publikum nézőit! Először az isonzói fronton harcolt katonákra emlékezünk, majd az Oscar című előadás kapcsán kiderül, hogy egy olasz család Amerikában is olasz család marad, végül pedig azt is megmutatjuk, hogy mitől különleges a grúzok tánca. Ez a mostani kínálat, maradjanak velünk! Három részből álló kiállítással emlékezik az isonzói fronton harcolt katonákra a Csongrád megyei kormányhivatal és társszervezői a Szegedi Intézmény aulájában. Az egyik különlegességet a vásárhelyi Hegyi Endre korabeli üveglemezre készített fotógyűjteménye szolgáltatja, amely hiteles képet ad a 46. gyalogezred mindennapjairól, a háború pokláról. A nagy háború centenáriuma alkalmából 46-os bakák az isonzói fronton címmel nyílt kiállítás a Csongrád megyei kormányhivatal épületében. A megnyitón Kunszabó István miniszteri biztos kiemelte, Doberdó a magyar katonai helytállás és hősiesség szimbóluma. Doberdó a magyarság számára szimbolikus jelentéssel bír, egyike annak a gyászos emlékű történelmi földrajzi fogalomnak, amelyben Mohács vagy a Donkanyar is beletartozik. A komoly veszteségeket, megrendítő emlékeket idéző fogalmon túl, azonban kétségtelenül ez a hadszíntér a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye, a magyar katonai helytállásnak és a hősiességnek is a jelképe is. Az olasz fronton mintegy 2,5 éven át vívott harcok hevessége és vesztesége vetekedett a nyugati hadszíntér legvéresebb helyszínein vívott összecsapásokkal. Magyar katonák a nagy háború során ezen a hadszíntéren szenvedték el a legnagyobb veszteségeiket. Gyászos, szomorú emlékeket idéz az Isonzó és a Doberdó 80 kilométeres történelmi földrajzi vonala, amelynek földjét lövészárkaikból, erődítményeikből, szuronyonrohamokban kitörő és a biztos halálba rohanó katonák vére is áztatott mindkét oldalról. Ezek a helyszínek már a kortársak szemeiben is súlyos veszteségek ellenére megnyilvánuló hazafias helytállás jelképeivé váltak. Az első világháborúra való emlékezés sorozat ezzel a rendezvénnyel kezdődött el Szegeden, amelynek szervezéséből a magyarok és az olaszok egyaránt kivették a részüket. A doberdói fa ugyanis többször versírásra késztette Giuseppe Ungaretti költőt, ezért az ő költeményei és az éppen 100 évvel ezelőtt Magyarországra került ihlett forrás is szerepel a kiállításon. A fa szinte minden nép hagyományaiban jelen van. Egyszerre jelenti kapcsolatunkat a természethez, a származást, az élet örök körforgását. De ez a fa, a doberdói fa különös jelképpé vált. A háború elleni tiltakozás megkapó bizonyítéka. Ez a csong életében az élet hatalmát hirdette a pusztulás felett. Kiszáradása után pedig az életbe vetett, rendíthetetlen hitről mesél. És mindkét állapotában arról, milyen értelmetlen dolog a háború, a pusztítás, a tömeges emberáldozat. Mint egy felkiáltó jel hirdeti ma is, hogy a megbocsátás, az elhivatottság képes jóvá tenni a múlt hibáit, képes helyrehozni az elrontott dolgokat. Arra tanít, hogy nem rosszat, hanem jót tenni születtünk a földre. És arról mesél, remélem még az unokáinknak is, hogy mindezt mi megértettük. Az egykor szemben álló felek leszármazottai ma barátok, és nem szűnő lelkesedéssel ápolják az elesettek emlékét itthon és Olaszországban is. A kiállítás másik fontos részét a vásárhelyi Hegyi Endre korabeli üveglemezre fényképezett fotói teszik ki, amelyeken megelevednek a 46. gyalogezred katonáinak a háború poklában megélt mindennapjai. Van olyan negatív, amit 30 éve kaptam meg, de mivel a szakmám fényképész, így ezeket nagy szakszerűséggel tudtam annak idején az analóg feldolgozáshoz restaurálni. Különösen most, hogy néhány éve van egy jó digitalizáló berendezésem, olyan részletekre is rábukkantam, amit eddig nem lehetett lenagyítani, mert a harmadik sorban levő síroknak a neve is kiolvashatók, tehát még több információ jön ki belőle. És az a jó, hogy ami most is
van most közöttünk, aki eljött vendég, éppen megtiszteli ezt a kiállítást, jelzi, hogy ebből a képből van nekem másolatám, nagyapám hozta magával. Tehát már ezért is, már itt a helyszínen is további információkat tudok így kapni. Ezt a levelet írta Tóth Ernő 1916. január 30-án fél egykor. Drága hű feleségöm, most ráérök, írok néktök néhány sort. Nézem fényképeitök, nem szóltok hozzám, nem hallom hangotok, nagyon fáj ez nékem. Nem tudom az Isten miért büntet minket, hogy így messzi kell lenni egymástól. Oda hagytam, drága kis családom, de megadja az ég, hogy valaha Zsuzsi lányom a térdemen fogja kanalazni a vasárnapi levest. De értsd meg, drága hű feleségöm, nékem most a hazát fegyverrel kell szolgálnom. Ha nézed a fényképet, a szívem fölött a zsebemben ott vannak képeitök. Mindig velem vagytok, s ha kell, a hazáért halok. Hölgyeim és uraim, ezt minden rendhagyó történelem óra, amit Hódmezővásárhelyen csinálok, tartok a gyerekeknek, elmondom, és hajszik, hanem félpenc síri csönd az osztályterembe. És amikor vége van az órának, nem úgy mennek ki a gyerekek, hogy na, már kezdődött, átérezték. És itt van az a világ, amikor ők már fizikálisan nincsenek itt, de a katonának a gondolatisága, a gondolata túléli őket. A fénykép az tulajdonképpen abban a pillanatban készült fotó, az mint egy időutazás megfagyassza azt a világot, tehát azon a lencsén köröztül azt a világot láttuk. Tehát mindegy fénykép a hátunk mögött, az tulajdonképpen abban a pillanatban egy élő ember által látott képi világ. Tehát ez mindegyik kép, amit van, minimum 100 év időutazás. És azokat a képi világokat látjuk, és nagyon sok konzekvenciát le tudunk ebből vonni, hogy tulajdonképpen ezek a katonák hogyan tudtak így megmaradni egy embernek, és ezeket az érzéseket ezt ápolnunk kell, mert nagyon sokat tudunk tanulni tőlük. Egy másik tablósorozat pedig Doberdó legfontosabb helyszíneit egykori és mai állapotukban rögzíti. A három részből álló tárlat november 21-ig látható a Csongrád megyei kormányhivatalban. Vannak, akik másnak mondják magukat, mint akik, és ez nagyban megbonyolítja az életet. Ez szüli az Oscar című előadás legtöbb konfliktusát, amelyet az újra színpadra állítás után egy héttel Hódmezővásárhelyen is bemutattak. A főbb szerepekben Straub Dezsőt, Kökényesi Ágit és Szabó Mátét láthatta a közönség. Egy gazdag szappangyáros jól felépített élete hogyan dől egy fél nap alatt romokba. Ezt mutatja meg precíz pontossággal az Oscar című előadás, amelynek története sokak számára ismerős lehet, hiszen amerikai film is készült belőle. Én megérkezem, én vagyok az ő könyvelője, az ő szappangyárának könyvelője. Én megérkezem azzal az információval, hogy én szeretnék fizetésemelést kérni, azért, mert az ő lányát szeretném elvenni feleségül, ez később derül ki természetesen, hogy az ő lányát, csak van egy kislány, akit én szeretnék nagyon jó anyagi körülmények között tovább is tartani, mint ahogy a szülei, amilyenhez szoktatták. És hát aztán kiderül, hogy ez a lány tulajdonképpen azt hazudta én nekem, hogy ő a Bertram Várnyé lánya, de kiderül, hogy nem a lánya, de hát én ekkor már tévúton vagyok, én próbálom ezt a tévutat valahogy befejezni. Közben persze kiderül időközben, hogy a saját lánya, akit ő annak hitt, annak is van egy kérője, de nem az, akit ő gondolt, hogy az. Tehát egy kicsit összekavarodnak a szálak, és aztán végül persze kiderül. Nem lövöm le a poént, jó, hogy mi derül ki. A lényeg, hogy kiderül az igazság, és akkor mindenki megtalálja a maga kis választottját, de hát ehhez azért végig kell nézni ezt a 2x50 perc, 1 órás előadást, ami hát tulajdonképpen nagyon friss a mi szempontunkból, hiszen mi új beállók vagyunk ebbe a darabba, de az első fogadtatás egy hete volt a bemutatónk, azt nagyon szerették a nézők, tehát én még csak apró tapasztalatokról tudok beszélni, de minden esetre könnyesre nevették magukat, úgyhogy érdemes eljönni megnézni az előadást. Fizetésemre is szeretnék kérni! Van pofája így állni reggel gyorsból, hogy fizetést emeljék kérjen tőle? Nem óhajtom tudni! Ezt életem tőle, Bányi úr! Nem értek ennek a szívének. Ezt játszik, reggel nyolckor minden alkalmazottra beállítson ide, és elmesélje az élet történetét. Bányi úr, ön nagyon megbántott. Én azt hittem, hogy a bizalmi ember vagyok, de ön úgy kezel engem, mint egy egyszerű alkalmazottat. Én ezt kidobom ettél. Engedje meg, hogy megmagyarázzam a viselkedésemet. Vagy nem magyarázod, én utám az irodában.
azért kellett új felállást készíteni, mert az egyik főszereplő, ugye Józsa Imre, az eltávozott? A szegény Imre betegsége miatt ez az előadás egy kicsit parkolópályára került. Bízván abban, hogy majd az Imre jobban lesz, és akkor újra elő tudjuk szedni, de bizonyos szereplőket az Imrén kívül is azért kellett tulajdonképpen nem is lecserélni, hanem nálunk úgy mondják ezt a szakmában, hogy kettőzni, avagy hármazni, ha nagy baj van, mert sok szereplő sok előadásban játszik egyszerre, és általában kőszínházakban, és ott nagyon nehéz az egyeztetés. Tehát őnekik ugye hónapról hónapra gyártják a műsorokat, és ez mondjuk azt jelenti, hogy a 30 estéből mondjuk 22-n foglalt az az adott színész, akár a Zöld Csabi, akár a Blazsovszky Ákos, akinek a helyére én most bekerültem, mert az én naptáramban mondjuk a 30 estéből csak 12 foglalt, és akkor már van 10, amit pluszba el tudunk, tehát hogy igazából ilyen kis gyakorlati okai is voltak ennek, de igen, hát sajnálatosan tényleg, hogy az élet mit produkál, tehát bemutattuk 30-án vasárnap délután, 3 órakor ezt az előadást, és 17:30-ra, mire kimentünk a folyosóra, és épp egymás nyakába borultunk volna, hogy na gratuláljunk egymásnak, hogy milyen jól sikerült, akkor jött valaki a hírrel, hogy az Imre pedig eltávozott közülünk. Ha egyszer valami ugye véget ér, akkor általában valami új kezdődik, egy ajtó bezáró, kinyílik egy új, nem akarok ilyen közhelyeket durogtatni, de közben most is ráz a hideg, ahogy erről beszélek, hogy valamit mi elkezdtünk, és valami pedig befejeződött. Én nagyon sajnálom, hogy az Imrével akár ebben a darabban nem játszhattam együtt, mert hála Istennek azért volt 2-3 előadás, amiben találkozhattunk, de úgy gondolom, hogy akkor áldozunk az emléke előtt szépen és jól, hogyha mi ezt tovább visszük és sikerre visszük a mi hátralévő életünkben is ezt az előadást, ugyanúgy a Dezsővel, a Kökényesi Ágival és a többiekkel. A szeretetről szeretnék beszélni. Rádió, mint már volt alkalmam közölni, nekem egy imádni való fiatal lány kezét kell megkérnem, aki bizony jó módhoz szokott, úgyhogy most nem az üzletemberhez fordulok, Rádió, hanem a szívemberhez. Akitől egy ifjú pár boldogsága függ. Jön már, szívember! Hát én ismerem őt már nyílt. Hát annyira nem vagyok szívember, hogy havi 3000 ajándékozok magára. Hát, nagyon nehéz egy fiatal lány sora manapság. Magyarázta nekem nem régen Müller úr. Müller! Igen, a nagy Nobi szappangyár tulajdonosa, az ő legnagyobb vetétársa. Hol találkozom akkor ezzel a Müllerrel? Ő akart velem találkozni. Nyugtalanítja a konkurenciát, melyet az én reklámhadjáratom okoz. Érdekes, hogy mi az, amire bejön a néző. Én úgy érzem, az én tapasztalatom azt mutatja, hogy a néző éhes nagyon, és mindent megeszik, amit elé rakunk. Ha egy kicsivel silányabb minőséget rakunk elé, azt is megkajálja, de ott lehet, hogy egy kicsit húzza a száját, de ha egy kicsit jobbat kap, azért meg nagyon hálás és nagyon tud örülni neki. Például egy ilyen cím, ha csak ezt kiírjuk, hogy Oscar, szerintem mindenkinek van egy elképzelése a dologról. Vagy látta Louis de Funès féle eredeti filmet, uram bocsá, vagy esetleg Sylvester Stallonéhoz tudja kötni, de minden esetre valami a történetből biztos, hogy megmaradt nagyon sok mindenkiben. Lehet, hogy csak itt hátul a szürke állomány alján, de úgy van valami. És akkor mellé mondjuk egy szereposztást is megnéz az ember, Straub Dezső, Kökényesi Ági, Vándor Éva, Zakariás Éva, sorolhatnám hosszan a neveket, akkor úgy már van egy elképzelése az egészről, és hát ugye oda van írva, hogy vígjáték 2 felvonásban, tehát olyan borzasztóan mellé lőni nem nagyon lehet. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek be? Ugye elég friss a bemutató, az új bemutató. Az mindig egy nagyon nem véletlenül alakult ki úgy ugye a kőszínház, hogy van egy próbafolyamat, mondjuk egy 4-5 hét, és akkor a 6. héten már tulajdonképpen egybe megy a darab, és akkor mondjuk a nyilvános főpróba előtt van egy házi főpróba, oda bejönnek, beülnek a kollégák, utána van egy nyilvános főpróba, amikor jönnek nyugdíjasok, akár innen-onnan, nem tudom, ismerősök, szerettek, barátok, és utána van a bemutató. Tehát ez a két közönség kvázi azért kell, hogy egy kicsit visszaigazolást kapjunk 4-5 hét után, mert az első 2 hét az nagyon vicces, mindenki fuldoklik a rögéstől, a darab kapcsán meg egyáltalán, aztán jön egy 2 hét borzalmas időszak, amikor semmi nem vicces már, mert mi már ismerjük egymás poénjait, már láttuk, már kiröhögtük magunkat, már el, és úgy megy le egy vígjáték 4 óra hosszában délelőtt, hogy senkinek egy mosoly sincs az arcán. És mindenki csak rémülten néz, hogy úristen, ebből mi lesz, és akkor kell az 5. hét, amikor már bejön mondjuk egy házi főpróbára mondjuk bejön 10-15-20 kollega, ők azért már reagálnak valamit, akkor ott már lehet sejteni, hogy na ez poén lesz, ez nem lesz poén, ezt kicsit így kéne játszani, kicsit úgy, és akkor jön egy nyilvános főpróba, ahol mondjuk idegenek is ülnek már a nézőtéren, és aztán jön a premier, tehát ebből az egészből csak azt akarom kihozni, hogy végül is nekünk tapasztalatunk csak egy előadás után van, mert ugye milyen vándor társulatként, vagy összeverbuválódott csapatként itt a Hadart társulatnál nincs ilyen kifejezett kőszínházi, lefektetett, kimondatlan szabályok, hanem végül is a premier volt az első reakció a nézők részéről, és érdekes volt, és jó volt, és ahol
ahol én azt gondoltam volna, hogy ez egy aranyos kis poén, de nem fognak fuldokolni, ott fuldokoltak, ahol meg mondjuk egy kicsit nagyobbat vártam volna, az meg kevésbé ül. Tehát azt majd nekünk még ott ki kell dolgozni, hogy az majd mitől lesz olyan hatalmas poén, mint ahogy mi röhögtünk két héten keresztül a próbán. Tehát egy érdekes játék ez, és nyilván attól is függ, hogy milyen városba megyünk például. Tehát mennyire megyünk távol a fővárostól. És itt most nem a félreértés nehézség, hogy valaki azt érezze meg belőle, hogy én a vidékkel hadilábon állok. Én kecskeméti vagyok, tehát pontosan elég messze vagyok én is a fővárostól. Tehát úgy a reakciókon érződik. Tehát nem tudom másképp mondani. Például van egy darabunk, amit játszunk, amiben német poénok vannak, illetve arról szól, hogy egy kicsit nem nagyon tudunk angolul beszélni, ezért németül megpróbálunk, de az se nagyon sikerül. És mondjuk mit én a fővárosban ezt eljátszuk, de mondjuk a Balaton partján eljátszottuk, hát dőtek, borultak a röhögéstől, mert ugye ott nagyjából mindenki beszéli a németet, és hogy se az angolt, se a németet, de mind a kettőt egy kicsit. Tehát hogy nagyon közönsége válogatja általában, hogy milyen az előadás, és pont erről beszélgettünk lefelé úton az autópályán, hogy nagyon sok minden nélkül létre lehet hozni színházi előadást, közönség nélkül nincs színház. És a közönség legalább olyan szerves része egy színházi előadásnak, mint amilyenek a színészek. Tehát nagyon szükség van rájuk, nagyon szükség van arra, hogy nyitott lélekkel érkezzenek meg, és azt mondják, hogy igen, ma eljövök szórakozni. Nem érdekel a számla, nem érdekel a telefonom, nem érdekel a gáz, semmi, most szórakozom. És ha ők akarnak szórakozni, akkor mi fogjuk tudni őket szórakoztatni. A női szívekben Brigitte Bardot említette a szüleivel, hogy gyereket vár, és így vette rá őket, hogy beleegyezzenek a házasságba. Köszönöm, Bernadett. Mi nők tartsunk össze. Én tudom, mi a szerelem. Na, bátorság, én itt leszek. Mindig más a beugró. Ilyen szituációban lehet improvizálni, amikor nem egy összeszokott csapatról van szó. Lehet. Lehet. Igazából érdekes dolog ez, mert valahol mindannyian egyéniségek vagyunk, ezért jöttünk erre a pályára. Tulajdonképpen magunkat akarjuk mutogatni állandóan, egy exhibicionizmussal vagyunk felvértezve, de közben mégiscsak bizonyos szerepek mögé bújunk el. Tehát egy borzasztó ambivalens játék ez az egész, de ennek ellenére, ha találsz játszó társat, partnert magadnak, nyilván színész és színész közt is különbség van, valaki szeret a szövegkönyv szerint menni, és semmit nem változtat rajta, mert azt valamiért valaki az egyszer úgy megírta, ahogy. Van, aki egy kicsit könnyedébben kezeli a szöveget, és inkább a tartalmát mondja, mert lehet, hogy az viccesebb, ahogy az ő szófordulatai követik egymást, nem tudom. Ez igazából ez hosszú-hosszú előadások alatt jön ki, hogy kivel és hogyan lehet játszani. Ebben most még mi is így azért keresgetjük egymást, bár itt a hadarton belül azért igyekszünk, vagy igyekeznek a Háda Jánosék úgy összeállítani darabokat, hogy ne legyenek mindig újak, hanem azért, mert úgy kezdjen összeszokni lassacskán egy ilyen 8-10 fős kis csapat. És ez úgy tűnik, hogy helyén is van, de egyébként nem baj az, hogyha van egy kis változatosság, mert az mindig egy plusz drukkot tesz az emberbe, amitől esetleg így feszesebb lesz az egész helyzet, az előadás, a poénok, a szituációk és minden. Az Oscar című előadás nem akar sem többet, sem kevesebbet, csak szórakoztatni. És ezt a vásárhelyi közönség is megtapasztalhatta a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Keménység, harciasság és temperamentum. Ezek a főbb ismérvei a grúz táncosoknak. A grúz állami népi együttesben ugyanis a férfiak vannak többségben, akik kirobbanó formáját az egész világ megcsodálhatta már. A társulat fennállásának 70. évfordulója alkalmából a táncművészeknek a vásárhelyi közönséget is sikerült lenyűgözniük produkciójukkal. Együttes már végig turnézte a világot, mindenütt óriási sikereket ért el, de mi lehet a titkuk, ami csak rájuk jellemző, amit csak ők tudnak?
Hát igazából az együttes ugye a fennállásának 70. évfordulóját ünnepelte tavaly, és ez a 70 év azért nem véletlen. Tehát ugye ők a kezdetekkor az egész táncot a népi kultúrából indították ki, viszont az évek során ezt kicsit így modernizálták, és rengeteget fejlődött, tehát változott maga a tánc kultúrájuk is. És igazából ami nagyon fontos, hogy ami megmaradt náluk, az eredeti grúz temperamentum. A fiúknak az a bizonyos technikai, amit igazából el se lehet pontosan mondani, hogy nekik ez miből ered, de olyan fajta alap balett tudást kaptak, illetve ilyen bizonyos akrobatikai elemeket tanultak meg már egészen kicsi korban, amit gyakorlatilag így a világban máshonnan nem is találkozhatunk ilyennel, mert ez nagyon egyedi, és máshol nem is nagyon tanulható, illetve ez ugyanúgy igaz arra is, hogy 20 éves kor fölött mondjuk, aki elkezdi, az már úgy nem nagyon fog működni, tehát ezt egészen a kicsi korba kell elkezdeni, és folyamatosan fejleszteni, és folyamatosan tanulni, hiszen ezért van az, hogy ugye az együttesnek a nagy része már felnőtt táncos, ki kell nőniük magukat így az évek során, ez biztos. Hány főt tartalmaz most az együttest? Hát otthon maga Tbilisziben, fővárosban több mint 70 táncos van, én ha jól tudom. Most jelenleg erre a turnéra, erre az egy hónapos turnéra ide hozzánk csak egy ilyen 50 táncos tudott eljönni, ami azért így is sok, így hogyha belevesszük mondjuk, hogy mondjuk ilyen 35-37 fiú van, azért azok megadják az együttesnek az erejét, illetve az erős alapját a fiú erő. Ez azt jelenti, hogy abszolút a férfi nem a domináns ebben az együttesben? Igen, igen, abszolút a férfi. Szerintem, aki látta az előadást, annak már szerintem az 5. percben ez megfogalmazódik, hogy ez abszolút így a maga a technika és ebbe a kemény munkát azt a fiúk adják ebben. Ha jól tudom, akkor igazából egy családi vállalkozásból nőtte ki ez magát, de pontosan hogy történt? Igen, Nino Ramisvili, illetve Iliko Szukisvili volt, akik alapították az együttest. Ők az életben is egy pár voltak, illetve ketten közösen alapították meg az együttest. És gyakorlatilag ez egy családi hagyományként folytatódott. Jelenleg nekik az női unokájuk, Nino Szukisvili, mint az együttes vezetője, illetve az igazgatója, az egész a tánc együttesnek, illetve a fiúnoka, Ilikó Szukisvili, aki a fő koreográfus, illetve aki még szintén vezetőként jelenleg irányítja az együttest, és ők ketten szintén itt vannak nálunk. De nem csak családtag lehet az együttesben, azért gondolom ennél bővebb a merítés. Persze, igen, tehát nyilván alapból családi kör, de rengeteg olyan táncos van, akik más úton folyamán kerültek bele. Egyébként a táncosoknak ugye 70-80% Tbilisziben kezdett el ott táncolni az akadémián, és jelenleg is ott él. Milyen produkcióval tudják most megörvendeztetni a hódmezővásárhelyi közönséget? Tehát a test nyelvén mit fognak nekünk elmesélni? Hú, rengeteg mindent. Tehát a saját történetüket nagyon különleges módon tálalják felénk. Ez egy 2x45 perces műsor, ami nem kifejezetten a történetére épül, hanem a bizonyos jelenetekben kell elmerülni. A legtöbb jelenet a férfi erő, a férfi technikát mutatja be. A nőknek viszont ez a lágy vonal, a gyönyörű kosztümök, a gyönyörű, finom, kecses mozdulatok az, amik őket jellemzik, és hát fantasztikus, szerintem egyedülálló minden egyes koreográfia külön-külön. Nincs neki egy összekötött története, bemutatják ugyanúgy a férfi harcokat, a maga az, hogy mennyire temperamentumos, mennyire kemények mondjuk a férfiak náluk, tehát azért ez a kaukázusi vidéknek van egy ilyen nagyon sajátossága. Illetve hát nyilván a női-férfi kapcsolatok is benne vannak, úgyhogy gyakorlatilag szerintem nagyon széles az a repertoár, ami így a nézők elé tárulhat. Akik végignézik ezt az előadást, akkor kapnak egy képet arról, hogy milyenek is a grúz emberek, milyen lelkületük van nekik? Szerintem abszolút, ugyanúgy a női vonalról is, illetve a férfi vonalról is.
Tehát, ahogy mondtam is, a férfi vonal az, ami erősebben dominál, de szerintem a női kecsesség, a női látság, a női lélek az is abszolút megmutatkozik minden egyes koreográfiában. És hát a fiúknál pedig az pedig végig, tehát az az egész vonalát képzi az előadásnak, hogy mennyire ez a keménység, ez a temperamentum, ez a ilyen harciasság. Szerintem ez az a három a szó, amivel lehetne jellemezni, és ez abszolút, szerintem ez mindent elmond így a grúzokról. A magyar közönség mennyire befogadó? Mi eddig a tapasztalat? Mennyire vannak közel a grúz és mondjuk a magyar emberek lelkület szempontjából? Hát, hál' Istennek azt mondhatom, hogy eddig hatalmas siker volt mindenhol. Úgy nagyjából ez most már a 11. előadás, és hát hatalmas állótapsot kaptak eddig mindegyik előadásnál. Ugye ez egy teljesen más vidékről jött táncanyag, teljesen távol áll mondjuk a magyar népi hagyományoktól, de erre már volt korábban is tapasztalatunk, hogy befogadó rá így a magyar közönség, és hála Istennek eddig mindenhol ezt tapasztaltuk itt, ahol voltunk, akár Dunántúlon, Alföldön, fővárosba, mindenhol hatalmas siker van, és tényleg így, hála Istennek úgy jönnek ki a színháztermekből, hogy ez valami fantasztikus élmény volt, és hogy fú, még megnéznék őket. Tehát nagyon nagy siker van, hála Istennek. Önök a Vásárhelyi Televízió Publikum című kulturális magazinját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva, pénteken este 6 órakor találkozunk itt újra. Viszontlátásra!